Az új-zélandi kormány hivatalosan bejelentette a tehenek adóinak kivetésére vonatkozó tervét. A szigeti ország vezetése így harcolna az éghajlatváltozással. De a helyi gazdálkodók azonnal tiltakoztak a tervezet ellen. Az új-zélandi kormány közzétette egy javaslatot, amely az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek megfelelően adóztatja az ország ordító teheneit. A kormány szerint a mezőgazdasági adó lesz az első a világon a szigetországában. A mezőgazdasági termelők ellensúlyozhatják a növekvő költségeket azáltal, hogy kiküszöbölik a éghajlati barátságos termékeik magasabb árát, írja Bloomberg. A mezőgazdasági termelők azonban egyáltalán nem lelkesek az ötletről. A szövetségi gazdálkodók, a szarvasmarha tenyésztők fő lobby csoportja szerint ez súlyosan veszélyeztetné az új-zélandi kisvárosokban dolgozó állattenyésztők megélhetését. A téma valószínűleg fő kikötő lehet, mivel az új-zélandi mezőgazdaság az egyik legfontosabb ágazat. A tejtermékek biztosítják az ország legnagyobb exportbevételét. Új-Zélandon csak 5 millió ember van, míg az országnak körülbelül 10 millió szarvasmarha és 26 millió juh van. Ez azonban azt is jelenti, hogy Új-Zélandon az állattenyésztés jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Például szarvasmarhák esetén a vizeletből származó metán és a dinitrogén oxid üvegházhatású gáznak tekinthető. Mellesleg, az új-zélandi kormány 2050-ig eléri gazdaságának szénsemlegesét. Ebből a célból 2030-ra 10%-kal, 2050-re pedig 47%-kal csökkenteni a mezőgazdasági állatok metán kibocsátását.